Szevasztok srácok, ez itt újra az Építsd Fel, és a mai epizódban ismét elérkeztünk egy újabb bemutatóhoz, amelyben ismét folytatjuk a kalandozásunkat a Space termék családban, már nagyon jól tudjátok, a LEGO 2024-ben szinte minden témakörbe belelopta ezt az új űrhajós témát, ezáltal volt már egy technik készlet, frences készlet, szitis készlet, és most elhoztam nektek egy Creator 3-1-es verziót, amelyben egy űrhajós lehet összeépíteni, úgyhogy a mai adásban ezt fogjuk megnézni, ugorjunk is bele! A dobozt most nem fogom nektek bemutatni, tudjátok, hogy mi történt vele, valaki meglopott a shippingelés során, ezáltal hát reménykedek benne, hogy nem csak a doboz van ilyen rossz állapotban, hanem egyáltalán, hogy benne vannak az alkatrészek, úgyhogy reménykedjük, hogy összebírom építeni. Egyébként ez egy 9 pluszos 31-152-es Creator 3-1-es készlet, és hát ugyanúgy láthatjátok a Space logót rajta, de nem csak az űrhajós tudjuk belőle összeépíteni, hanem egy kisebb űrhajót is, és egy astronauta kutyát is. Össze lehet ebből a készletből építeni, és egyébként 647 darab alkatrész található benne, és 20.000 forintért tudjátok megvásárolni. Hogyha megfordítjuk, akkor gyakorlatilag ugyanazt látjuk, mint az elejénél, viszont az is észrevehető, hogy az űrhajóshoz, az astronautánkhoz bizony még egy kiállítási állvány is fog tartozni. Hát tippeljetek, hogy én melyiket fogom összerakni. Ebben összesen 5 darab számozott zacskót kapunk, viszont ezek már a vadonatúj papír csomagolások. Van egy kis kupola, ami külön van becsomagolva, és összesen van 3 darab összerakási útmutatónk, és természetesen a legvastagabb az astronauta figuránk, amire én is rá fogok utazni, összesen 122 oldalas, de hogyha nektek nem ez tetszik, vagy akár az építés után szétszeditek és más szeretnétek összerakni, akkor 2 másik verzióban is össze tudjátok építeni, de ilyenkor nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy ezeknél nem az összes alkatrész használja az építés, hanem jóval több ki fog maradni, úgyhogy ne lepődjetek meg, hogyha nem a főépítés rakjátok össze, hanem ezeket, akkor ki fognak maradni alkatrészek. Én beleugrok az építésbe, és megnézzük, hogy hogyan is néz ki ez az astronauta. Nos, tehát az építés után már láthatjátok is, hogy összeépült ez az astronauta figuránk, viszont ne tévesszen ez meg titeket, ez nem egy átlagos astronauta figura, ez egy LEGO Mech készlet. Tehát nem egy átlagos astronautát kapunk, hanem egy mechet, amiben egy minifigurát is el lehet rejteni. Mindjárt mutatom a részleteket, eléggé meglepődtem, amikor építettem össze ezt a készletet. Ahogy így ránézünk, természetesen egy astronauta ruhát láthatunk, amihez még egy kis kiállítási járvány is tartozik, viszont ez a kiállítási járvány, nézzétek meg, LEGO alkatrészekből épült föl. Először azt hittem, hogy egy ilyen egybefröccsöntött alkatrészt fogunk kapni, de nem. Ezt is össze kellett építeni, és itt a seggénél kellett beakasztani, hogy ebbe a pózba ki lehessen állítani, de természetesen, hogyha ti nem szeretnétek ebbe a furcsa pózba kiállítani, akkor simán a lábán is meg tud állni, tehát annélkül is simán kiállítható a darab, és nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy ez egy kiállítási darab, hát játékfunkciók nem igazán találhatóak benne, ha csak nem azt nézzük, hogy természetesen az izületeknél tudjuk mozgatni, elég sok helyen tud minden mozogni rajta, még az egész testét is tudjuk forgatni, úgyhogy ebből szempontból tényleg jó funkciókkal van telerakva, de én inkább egy kiállítási darabnak tekintem ezt a készletet. Hogyha megnézzük a felső részét, látjátok, hogy ott van egy érdekes alkatrész, a sisakrostéja egy aranyszínű borítást kapott, és hát itt van az a meglepetés, amit az előbb meséltem is nektek, hogyha fölemelem a sisakrostét, hiszen föl lehet emelni, csak kicsit elő kell neki készíteni a terepet, azt fölhajtjuk, ezt pedig le. Az egészet le tudjuk hajtani, és nézzétek meg, ott vezérlők találhatóak. És alul
kettő pont is, kettő stud is oda van készítve, ami hát egyértelmű utalás arra, hogy ide egy minifigurát kell berakni, és a minifigura irányítja az egészet. Tehát egy gigászi nagy asztronauta robotról van szó lényegében, ha a minifigura arányokat nézzük. Viszont, hogyha már ezt így belerejtették titkos módon, akkor nem értem, hogy miért nem kaptunk hozzá egy minifigurát. Azért mennyire jó lett volna már, hogyha oda tudtunk volna ténylegesen tenni egy minifigurát. Nyilván a gyűjteményetekben van 600 millió minifigura, egyet oda raktok is, jól néz ki. De akkor is, ha már a készlet ezt a kis funkciót elrejti magába, akkor jó lett volna, hogyha kapunk hozzá egy minifigurát. És ahogy már az előbb is mutattam, nektek természetesen törzsből lehet mozgatni a szerkezetünket. Látható, hogy a válból kijönnek a karok, és még újakat is kellett építeni, viszont egy ujjal kevesebbet kapott, összesen 4 darab ujja van minden egyes kezén, és itt látható, hogy itt bizony valamit irányítani tud. Az egyik oldalon látható, amit egyébként itt is tudunk mozgatni, az egyik oldalon látható egy kis vezérlő, a másik oldalon pedig egy joystickot tud megmarkolni, és hát igazából ez az egész hátizsák, amit a hátára kellett rakni, ez volt az utolsó zacskóból összeépítendő folyamat, ez az egész csak így rá van cuppantva, úgyhogy ha nektek nem tetszik ez a hatalmas nagy hátizsák a hátán, akkor akár simán el is tudjátok távolítani. Viszont azt is vegyétek észre rajta, hogy nem csak fehér alkatrészekből kellett építkezni, itt-ott azért szürke alkatrészek is vannak a részletek miatt, de föltűnnek a piros és a kék jegyek ebben a készletben. A tetejénél is láthatjátok ezeket, láthatjátok itt a vállánál is, és még a térdizületénél is be vannak mutatva ezek az alkatrészek. Tök jó, így megtörik a teljesen fehér szint ezekkel a kis színekkel. Nyilván semmilyen NASA licensz nem tartozik hozzá, de azért akkor is szerintem egészen jól elkapták a részleteit. Ennek az asztronautának is, ahogy így szépen haladunk lefele, láthatjátok, hogy azért egészen jó kidolgozott lábakat kapunk, amiket természetesen tudunk mozgatni, hogy már az előbb is említettem nektek. Viszont van egy nagy problémám ezzel a készlettel, és ez a lábával kapcsolatos. Nézzétek meg azokat a lábfejeket. Milyen szépen ívesen le van kerekítve az egyik oldala, még a belső felületük olyan, mintha késsel el lenne vágva. Ott azt a részét azért valamilyen szinten jobban is ki lehetett volna dolgozni, kb. 4 alkatrész kellett volna hozzá, hogy az is egy kicsit íves kiképzést kapott volna. Itt tényleg annyira olyan befejezetlen hatása van, vagy mintha direkt valaki levágta volna azt a részt onnan. Összegezzünk el, srácok! Hogyha hatalmas nagy űrfanatikusok vagytok, akkor egyértelműen egy must-have készletről van szó, egy nagyon jó árérték arányon rendelkező készlet, mivel nem tartozik hozzá licensz, ezáltal az árát is megpróbálták alacsonyabban tartani, és hát azt se felejtsük el, hogy ez egy 3-1-ben készlet, tehát ezen kívül még két másik verzióban is össze tudjátok építeni már gyárilag. Ha nektek nem tetszik, hogy itt a kiállítási állvány, akkor a lábán is ki tudjátok állítani, le tudjátok a hátáról szedni a hátizsákot is, hogyha az nem tetszik, de azt se felejtsük el, hogy van egy hatalmas nagy csavar a készletben, hiszen ez nem egy asztronauta, hanem egy Mac, amit egy minifigura irányít, viszont sajnos, akkor hol a minifigura belőle? Nos, srácok, hát ez lett volna a 31-152-es asztronauta készlet bemutatója. Ha tetszett, amit láttatok, akkor a lájkokat a videóról ne felejtsétek. Ha esetleg még nem lennétek feliratkozva, akkor tudjátok, hogy mi a tendő. Én pedig még egyszer szeretném megköszönni a LEGO Magyarországnak, hogy elküldték ezt a készletet, mi pedig találkozunk a következő adásban. Szevasztok! Yeah!